Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Jön egy kis Warframe, pontosabban Eidolon ölő Warframe-ek. Szeretnék néhány Warframe-et bemutatni, amelyek effektívek Eidolon ölésre és a hozzájuk társuló modolást, illetve fegyvereket és fegyvermodolást. Igyekszem a videóban megtartani egy olyan szintet, ami mindenki számára elérhető, tehát semmilyen über modok, meg über Warframe-ek, meg nehezen megszerezhető valamik nem lesznek benne. Tehát mindenkinek egy olyan utat próbáltam, igyekeztem követni, ami teljesen elérhető, és hogyha szeretnél belevágni az Eidolon vadászatra, amire nagyon is bíztatlak, akkor ezen warframe-ekkel, vagy ezen egyszerűen elérhető modolásokkal, kivéve talán egy warframe-et, egyszerűen elérhető modolásokkal teljes mértékben belefoghatsz az Eidolon vadászatba. Amit amúgy tényleg nagyon is ajánlok, mert hogyha még úgy kezdőcske vagy ezen a téren, és csak most fejleszted a tenódat, a fókusz is iskoládat, a mindent, akkor az Eidolon vadászat egy igazi endgame tud lenni. Jártam úgy, hogy egy kicsit kezdőbb csapattal mentem el Eidolon vadászatra, és kihívás volt az Eidolon. Szóval, hogyha nem vagy még über pro szinten, az Eidolonban megtalálod azt a kihívást, amit ugye a Warframe-ben keresel, és ezt most komolyan gondolom. Nos, ettől függetlenül mindenki, és ez nagyon fontos, úgy modol, ahogy szeretné, úgy játszik, ahogy szeretné, ez a ti játékotok, senki nem akadályozza meg azt, hogy azt csináld, amit a legjobban szeretsz, és a legjobbnak gondolsz. Nos, srácok, hogy ezen túl vagyunk, nem szeretném tovább húzni az időtöket, jöjjenek azok a bizonyos warframe-ek. Az első ilyen warframe, amit beszeretnénk mutatni, és egyben a legnehezebb warframe is az egész csapatból, a legnehezebb kifarmolni, felmodolni, leformázni, és a többi, és ő pedig a Chroma lenne, és a Chromával még szeretném bemutatni az egyik klántársamnak is a modolását, aki nagyon kiélezte a Chromáját egy Eidolon ölő Chromára, szóval teljesen egy hihetetlenül csapat orientált és nagyon erős Chromát csinált, ami tökéletes Eidolon vadászatra. Na most neki ez 10 formájába került, és a modolása így néz ki. Amint láthatjátok, nagyon ráment az időre és az erőre plusz egy stretch-e ellátott területre, ami nagyon-nagyon jót tesz a Chromának, hogyha területre is van fókuszálva, ugye egy nagyobb range-en el tudja érni a képességével a csapattársait, hogyha azok egy kicsit szerte szét vannak, ami teljesen megfelelő. Na most, amit láthatjátok, 10 forma, az kurva sok, de ez a srác, ez maximalizál mindent, ugye Hunter, köszi, hogy elküldted a modolás, maximalizál mindent Warframe-ben, hogyha úgy érzed, hogy nincs elég erőd, hogy ezt a Chromát kihozd magadból, akkor csak annyit mondhatok, hogy tanulj az én esetemben, amikor én megláttam, azt mondtam, hogy tízszer leformázni? Nem. Már eleve így is volt 5 formám a Chromába, úgyhogy átnéztem az ő modolását, és ugye sok kísérletezés után úgy döntöttem, hogy nem. Szóval nálam csak 8 forma van a Chromába, és ezt a modolást hoztam ki belőle. Amint láthatjátok, az én modolásom is az időre, területre, illetve előre fókuszál, csak nem ilyen szinten, mint Hunternek a Chromája. Azért nem, mert én használnék, és használnak is fogok benne egy Rage modot. Úgy vettem észre, azért többnyire support karakter szeretek én játszani, tehát egy Trinityt vinnék, egy Oberont, vagy valami mást, ami inkább supporton oldalon van, de hogyha buffról van szó, azt vettem észre, az energia nagyon le tud fogyni az Eidolon vadászat közben, és a játék nem bánik túl nagy bőkezűen, ezért azt a bizonyos Rage modot én preferálom az extra erő helyett, mert ugye kicserélhetem a Rage-et egy Intensifier-ra, csak félek attól, hogy kifogyok egy adott pont az energiából, és amikor kéne az a buff, pont akkor nem lesz, így aztán hagyom magam konkrétan lesebezni, amint láthatjátok, semmi, tehát a lényege az egésznek, hogy nincs armor mod benne, csak egy sima vitality, hogy le tudjon sebezni az Eidolon, hogy a Rage tudjon visszatölteni energiát.
A másik pedig a tűzzel használom, tehát nem jéggel, nem kell extra harma, csak max extra élet kell, mivel hogy a kroma le kell sebezze magát ahhoz, hogy ugye meg tudja adni azt a buffot a csapatának, azt a maximális buffot, tehát én ezért döntöttem így, hogy ezen az úton járok meg, és azért nem maximalizálom az erőt, mert 283% erő több, mint elégséges ahhoz, hogy megfelelő damage-et tudjunk kihozni abból azokból a fegyverekből is a csapat megfelelő damage-et tudjuk ellátni a csapatot. Nos, itt gondolom, hogy aura helye, auránál coercive projection mellett döntöttem, ugye, és de lehetne akár pistol amp is, de úgy vettem észre a sok kísérletezés közepette, hogy a corrosive projectionnál sokkal nagyobb damage-et lehet kiosztani, mint azon a bizonyos extra pistol amp ellátott damage-el. Na most ez lenne az egyik roma. Hozzávaló árkéneket is használok. Hunter is használ, csak már nem emlékszem, hogy melyeket mondta. Úgyhogy most megmutatom, amit én használok, de igazából akármilyen árkén, ami életben tartás, illetve sebzés felé irányul, az teljesen rendben van. Én használok egy Arcane Grace-t, hogy életet töltsek vissza, hogyha túl nagy sebzést nyelnék el. Továbbá Arcane Awakening és Arcane Grace használnék a krománál. Mind a kettő hasznos, de semmi túlságosan nagyon extra. Nos, a következő ilyen Warframe, és ami teljesen és könnyedén elérhető mindenkinek, az pedig a Rhino, vagy Rhino Prime, akinek van. És azért a Rhino-t egyre jobban kezdik preferálni a kroma helyett, mert hogy nagyon megközelíti most már a két buff egymást, amit le tud adni a két karakter. Továbbá a Rhino nagyobb területen tudja ezt csinálni, és könnyebb is vele játszani. Nos, a Rhino-ra ezt a modolást találtam ki. Itt is a lényeg az volt, hogy minél több erőre menjek. A Rage módról itt sem feledkezem meg, viszont ennyi biztos, hogy a kettes képességet azt nem fogom használni, ugye? Ezért adtam magamnak egy kis armort, azért, hogyha elérnek azok a bizonyos sebzések, ne az legyen, hogy helyből fekszem, hanem nyeljek el sebzést, hogy a Rage mód be tudjon kapcsolni, és töltsön vissza energiát, mert ha túl hirtelen sebződök, és nem figyelek oda, megesett, hogy eltaknyolok, és akkor föl kell szedni, és a többi, ezért én, az én modolásomban a Steel Fiber-rel egy kicsit kiegészítettem a Vitality-t, hogy több, kicsivel több damage-et tudjak elnyelni, és hogy ne folyton az életemre kelljen figyelni. Amint láthatjátok, a flow-ben van, vagy a primate flow-ben van, és csak hármas képességet használok folyamatosan, és ezért is ugye mínusz effektivitás, konkrétan annyira nincs szükség sok effektivitásra, mert a rage amennyit visszatölt, és a prime flow, vagy a sima flow-val is akár lesz annyi energiát, hogy az egy dalom vadászat végéig kitartsál. Na most azért nem árt, hogyha van nálad néhány energiatöltő, sose tudni. Nos, ez volt a Rhino, és mindegy, hogy Prime vagy Sima, ami a modolást illeti, illetve a formázást illeti, a Prime és a Sima között a formázás tekintetében, ugye a Prime-okban több leformázott slot van, és amennyire a Simát felformázod annyira, mint a Prime-ot, tehát nekem itt a Prime-ban egy forma van, tehát egy formával el tudod érni ezt a modolást, sőt, még jobbat is, hogyha szeretnél, vagy erősebbet, jobban erőre fókuszálva, és belerakod azt a formát mondjuk a Prime-ba, hogy meg tud csinálni ezt a modolást, ami konkrétan nálam egy, akkor arra kell ügyelned, hogyha sima Rhino-t csinálod, hogy ugyanannyi leformázott slotod legyen, mint amennyi egy Rhino Prime-ba van. Tehát, hogyha mondjuk ezt a modolást veszel alapul, akkor ugye erre annyiszor legyen leformázva, mint amit itt látsz a képen, és akkor valá meg van csinálva, tehát, és ugyanolyan jó leszel a sima Rhino-ddal, mint a Rhino Prime-mal, szóval nem egy nagy vasszizdász a dolog. A következő ilyen Warframe, tehát a Rhino nagyon könnyű elérni, és ugye mindenkinek ott van. A következő ilyen Warframe, ami még mindig a buffer kategóriába tartozik,
Természetesen a Rhinónál is az Arcane Awakening az ott van, és bármilyen Arcane, ami egy kicsit az életben tartás felé fókuszál, akkor az teljesen rendben van. De az extra pisztoly damage-ért Arcane Awakening számomra. A következő ilyen Warframe az Octavia lenne. Hát le a kalappa, Octavia egy kurva jó buffer, a hármas képesség iszonyatosan hasznos, őrá pedig ezt a modolást álltam ki. Amint láthatjátok, nagyon semmi különbség nincs a dolgok között. Kurva sok erő, egy 100% range kivételesen, mivel hogy elég az egész csapat lefedésére, az a 100% range, ugyanúgy kevés effektivitás és idő. És ennyi, elég egyszerű. Az Octaviát nem túl nehéz, de nem is túl könnyű kifarmolni, úgy gondolom, hogy mindenki számára egy elérhető karakter, és egy népszerű karakter, amit úgy nagyjából mindenki szeret megszerezni. Egyrészt nagyon erős, az minden csapatba bele tud illeszkedni, igazából a buffja, a védelme miatt, a támadói képessége miatt, egy nagyon sokoldalú karakter, és várható a nerf. Na jó, remélem nem. De majd meglátjuk. De ezt a modolást találtam ki rá, mint láthatjátok azért itt is a rage benne van, de mi az erő, sokkal több erőt lehet adni, mint a Chrománál, illetve a Rhinónál, de még ezzel az erővel sem képes a Chromának a buffja közelébe érni, hogy őszinte legyek. Szóval, ja, a Chroma elég erős még mindig, és az idő is ott van, és a 120% előbb idő bőven elég arra az időre, hogy a csapatod lelője azokat a bizonyos alkatrészeket. Nos, bocsánat, nem is hármas képesség, hanem az se jön rosszul a hármas, hogyha be van kapcsolva, annyi biztos, de ultia kell hozzá. Arcane Awakening szintúgy ugyanúgy jól jöhet hozzá, Corrosive Projection teljes mértékben ott van. A következő ilyen Warframe, ami egyben buff és support is, az pedig a Hero lenne. És őrá. Heróval én úgy vagyok vele, hogy egy nagyon jó support karakter, és igazán rá akkor van szükség, amikor ugye az, hogy életben tartsa a csapatot című történet, de mivel hogy egyre jobban erősödnek, és ott a Trinity, aki életben tartja a csapatot, most úgy gondolom, hogy Trinity mindenképp kell az egydalomvadászathoz egyelőre, így aztán a Hero átveheti egy nagyon jó kis buffer szerepét, és természetesen ez még egy régi modolás, de ezt az irányelvet követve adhattok egy kicsit nagyobb range-et, illetve bocsánat, range-re igazából nem is nagyon van szükség, hogyha ott tartunk. Idő az maradjon minél több, mivel hogy az ultinak elég sokáig kell tartania. Tehát minél több ideig tart az ulti, annál jobb. Ha erőtök minél több van a heróba, akkor annál nagyobb damage-et tudtok elnyerni, és annál nagyobb damage-et tudtok visszaosztani arra a bizonyos eidolonra, úgyhogy hát ja. Hero az egyik, akár csapat életben tartó és buffer, bár én személy szerint annyira nem vagyok odaérte, hogyha egy egydalom vadászó csapatban van. Szóval ő lenne a Hero, ne felejtjétek, a videó vége felé jönnek a fegyverek majd. A következő ilyen egydalom vadászó az a Volt, és megint csak egy karakter, ami kurva könnyen elérhető, Volt vagy Volt Prime. És megint csak azt mondom, mint a Rhinónál, hogyha modolni szeretnéd, akkor ugye arra annyiszor legyen leformázva, amennyire szükséged van a sima Voltnál, és akkor rendben leszel, szóval mindegy lesz, hogy sima Volt vagy Volt Prime. És a kedves drágára, és raktam ezt a modolást, találtam ki tulajdonképpen. Nos, én megcsináltam egy olyanra, tehát a Voltnak a shieldjén keresztül ampokkal lehet lőni, ő azokat felerősít mindent igazából, de az ampokat is, és ami nagyon jó egydalom vadászat szempontjából. Na de, hogyha a csapatom azt szeretné, akkor az egyik augment mondja, transistor shield, akkor fölvehetik ők is a shieldemet.
és akkor ő szabadon mozoghatnak és lőhetik az Eidolont, a Volt Shieldjén keresztül, tehát tegyük fel rajtuk van a Chroma Buff, fölveszik a Volt Shieldet és sétálgatnak és lövik minél kényelmesebb helyzetből azt a bizonyos Eidolont, de ezzel a modolással több mint jó leszel arra, hogy Warframe-eket, vagyis hogy kitámogasd a csapatodat. A másik ilyen dolog, hogy a Voltot ebből a szempontból könnyű beformázni, adjál neki időt, adjál neki erőt, és akkor boldogság van, és nem is kell túlzásokba esni ezzel az egész dologgal. A következő Warframe, és egyben talán a csapat szíve, lelke ebből a szempontból, nem mondom, hogy nem lehetne nélküle, de eléggé macera, azt kell, hogy mondjam, hogy életben tartsátok magatokat, és ez a Trinity, és ebben a pillanatban a Trinity az egyik legelengedhetetlenebb dolog. Ja, még az Oberon nem mondtam, Trinity után az Oberon fog jönni akkor. Szóval a Trinity az egyik legelengedhetetlenebb, még akkor is, ha például ott egy Oberon vagy egy Hero, szóval igazából a Trinity mindig jó jön, ha ott van egy Eidolon vadászathoz. Egyelőre, szerintem majd később idővel, hogy fejlődnek a Tenno fegyverek, minden, a Trinity is lecserélhető lesz, de egyelőre jó, ha ott van egy Bless Trinity, kérem szépen. Ez az én Bless Trinity buildem. 145% erővel 72%-os Bless tudsz adni, az nem a maximális, de több mint elég című történet, úgyhogy még akkor is, hogy a Trinity lebleszel, még fogsz tudni annyira damage-elődni, hogy esetleg az árkén, hogy a rage működésbe lépjen. Tapasztalatból mondom, egy dolog vadászatra én benyomtam egy rage modot, ez szíve, lelke, mindennek ez rage mod. Egy dolog vadászatra én benyomtam ezt a rage modot, mert úgy vettem észre, hogy nagyon-nagyon-nagyon. Én legalábbis, nekem nagyon-nagyon-nagyon, ott vagyok a sűrűjébe, és mielőtt nem volt benne a rage, folyton lefogytam az energiából, és nem volt, és nem tudtam blesszelni, folyton fel kellett magam tölteni. Azért szeretek farmolni a Warframe-ben, de azért kezd elegem lenni a polimer farmról, folyamatos energy töltőket gyársak, úgyhogy a rage mod megoldotta a Trinity energia szükségleteimet ultira. Nos, srácok, ő lenne a Trinity, Bless Trinity modolásom. A következő Warframe és egyben az egyik leghasznosabb support, azt kell, hogy mondjam, és az az Oberon. Oberon Prime, vagy sima Oberon, mindegy. A lényeg az, hogy nagyon-nagyon-nagyon ütős kis modolás lehet kihozni az Oberonból, többet is, és nem kell überül modolni ahhoz, hogy valami jót hozzál ki belőle, és csapatodnak segítsél. Én ezt a modolást szeretem használni, hogyha Eidolon vadászatra kerül a sor. Az Oberon, amivel ki tudja igazán segíteni a csapatot, az életben tartás és folyamatos élettöltés, hogyha arról van szó, de önmagában sajnos kevés még a Trinity-vel, kell még a Trinity hozzá. Szóval ezzel az összeállítással is az egyik kulcsmod itt, az a Phoenix Renewal Augment modja, ami ugye megakadályozza, 90 másodperceként megakadályozza, hogy halálos sebzést kapjál, és ez van hasznos. Néha tényleg képesek beadni a Warframe-ek azt a halálos csapást, és a Phoenix Renewal azért helyből meg tud menteni, úgyhogy ez azért nem egy rossz mod, és ezt a modolást ajánlom mindenkinek szeretettel, bármilyen játékmódra tulajdonképpen, egy ilyen Survivor modolásnak is teljesen tökéletes. Srácok, ennyi lett volna. Ja nem, csak vicceltem. Jöjjenek a fegyverek. Egy dolog ölő fegyverek, amelyek mindenkinek elérhetőek. Na jó, lehet, hogy nem mindenkinek, de lesz, ami neked is elérhető. Elsősorban a Chromához, az önsebzéshez én ajánlom a Glaive-et, vagy a Glaive Prime-ot, Orvius, vagy Cerata, nevezzük így a keratát. Én a Glaive-et preferálom, azon belül is annak a Prime részét, mert hogy megvan és gizda vagyok tőle. Semmi nőjön extra, íme itt egy modolás rá.
A lényeg benne az, hogy legyen benne quick return, meg jó sok erő, hogy le tud magadat modolni, tehát quick return, benne legyen a gléve, hogy a kromáddal le tud maga sebezni, aztán rakjál bele mindenféle modokat, teljesen mindegy, csak rakjál bele mindenféle modokat, amivel le effektíven tudod magad sebezni, és egy nagy buffot tudsz magadnak adni, de a quick return az legyen benne. Nos, a másodlagos fegyver, amit én szeretek használni, ha arra kerül a sor, az az Eufona Prime lenne, és azért az elérhető a játékosoknak a játékban. Szóval ennek a modolása az enyém ilyen, tehát van akinek, nálunk is van, akinek van bele Riven modja, nem, én nem szereztem Riven modot, nem hajtottam rá teljesen, ezt a modolást hoztam ki belőle. Ami a lényeg a modolásban, az a radiation damage, mivel hogyha nincs is 4 corrosive projection, akkor tudnotok kell, hogy az armorja az egy dolognak az alloy armor, ugye a játékban nevezik, és az alloy armor a radiation damage-re a legérzékenyebb, ezért sosem számolok azzal, hogy van 4 corrosive projection a csapatba, így aztán radiation damage-et viszek én legalábbis. A csapattársit megesek, hogy hoznak wire-ot, hoznak valamit, a lényeg az, hogyha többfajta damage-el ütitek meg azt az egy dolog, nem fog érte haragudni valószínűleg, vagy lehet, hogy pont fog érte haragudni, de a lényeg az, hogy radiation damage-el szeretem vinni a fegyvereimet Eidolonok ellen. A következő ilyen másodlagos fegyver, ami szintúgy elérhető mindenkinek, és én ajánlom szeretettem, bár nem olyan erős, de nagyon effektív még mindig, az a Pandero, és a Pandero hajlamosabb a piros kritek felé menni, mint az Eufona tulajdonképpen. Ezt a modolást hoztam ki rá. Azt kell, hogy mondjam, 86%-os crit chance-el ez a fegyver hajlamosabb tényleg elmenni piros kritek felé. Hydraulic crosshairs-el, hogyha headshotot adsz, jó, egy dolog vadászatnál, egy bizonyos ideig nem fogsz headshotot adni, de egy bizonyos idő után már igen, akkor nagyon szépen átvált piros kritek felé, de ezzel a fegyverrel is effektíven tudsz vadászni. Hogyha nincs Eufona Prime-od, akkor a Ponderót mindenképpen el tudod érni a marketon keresztül. Nos, ez a két másodlagos tudom ajánlani szeretettel, illetve hogyha úgy alakul, és mondjuk az Aklexedbe vagy a Lexedbe esik valami jó kis Riven mod, teljes mértékben megfelelőek lesznek azok is. Egy elsődleges fegyver, ami, sőt, kettőt is tudok mondani, sőt, hármat is, ami úgy érzem az abszolút győztes és damage király, és az pedig a sniperek, és ezen belül is én a Vectis Prime-ot választom, mert gusztustalan, abszolút győztes damage-et tudnak leadni a buffokkal, és ezt a modolást találtam ki rá, mint láthatjátok, Radiation, és ezen modolással. Még van benne egy Riven, van egy Riven modom, amire rá fogok forgatni, hogyha egy dolom vadászatra kerül a sor, mert amúgy nem rossz, teljes értékben nem rossz, csak nincs rá szükség, az egy dolom vadászatnál inkább ezt a modolást preferálom. Tök elérhető mindenkinek. Magas crit, magas státusz, über damage. Srácok, tehát tényleg kurva jól damage-el, és ajánlom a Vectis Prime-ot ebből a szempontból, hihetetlenül ajánlom. A másik ilyen fegyver, amit tudok ajánlani, a Vulkan Wraith hasonló modolással, és egy harmadik sniper, amit tudok ajánlani, akinek megvan, mert én kitöröltem annó, és az a Lanka. Szóval akinek van Lankája, Vulkária, Vectis-e, egy dolog vadászat, über prók lesznek, ha arról van szó, hogy le kell lőni a testrészeket. Úgyhogy, ja, ezen warframe-ek és ezen fegyvereket ajánlom, hogy, és egy jó párat bemutattam, úgyhogy minden csapatba bele fogsz tudni fittelni valamilyen szinten. És a fegyverek is nem elérhetetlenek. Jó, a Vectis Prime nincs játékban, de ott egy Vulkan Wraith, vagy Vulkár, simán el tudod érni, szóval nincsen gond. És van egy rész is, amiben még snipert viszed, ha megfelelően ki van formázva és modolva,
tökéletes leszel Eidon vadászatra. Pandero elérhető mindenkinek, az Eufona Prime még egyelőre ugye elérhető mindenkinek, a Glaive Kerata elérhető mindenkinek, úgyhogy én ezeket tudnám vinni, és minden csapatba be fogsz fittelni valahogyan, srácok. Ha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot. Köszönöm a figyelmet. A következő Warframe videóig. Sziasztok!